Szevasztok, Sion vagyok, ez pedig Hexit, és az előző rész után igazából nagyon sokan mondtad a kommentben, hogy ezt a sok blank esztet igazából eléggé elrontottam, mert hogy nem így kell megcraftolni belőle az ilyen különböző öntőformákat, viszont igazából ez a sok probléma abból adódik, hogy én az előző verzióját ismerem a Tinker's Construct-ban, és ott még úgy működött a dolog, hogy a blank esztet megcraftoltuk, és a Stencil Table-ből ugye megkaptuk szépen belőle a formákat, azonban most úgy működik a dolog, remélhetőleg igen, vissza tudom olvasztani, hogy csinálnunk kell belőle, vagy flint, vagy kőből, most azt hiszem, hogy kőből fogok inkább eszközöket csinálni, mert abból több van. És ami eszközöket, illetve ilyen eszközdarabokat megcsináltunk, az berakom ide, és a köré öntöm az öntőformát, és ugye utána már bele tudom önteni abba is a különböző eszközöknek, illetve a különböző fémeknek az anyagait, és ugye abból kapjuk az erősebb eszközöknek a fejeit majd. Úgyhogy először is meg kell néznem, hogy milyen eszközöket szeretnék igazából csinálni. Hát először is mindenképpen szükség lesz egy Először is mindenképpen szükség lesz egy csákánynak a fejére, aztán egy ásónak a fejére. Most az összes alapeszközt igazából meg szeretném csinálni. Hát a kés érre nem biztos, a túrodra biztos. Ja, és marad egy ilyen dolgom. Ezen kívül kell a baltának a feje is. Aztán nézzük az, hát igazából a nyílnak a feje annyira nem fontos, még a hammer sem. Azt hiszem, hogy ez a pár alap ez. Ja, igen, és a különböző, egy toolbinding mindenképpen fog kellni, de azt inkább akkor már shardból csinálom. Illetve, mire lesz még szükség, nézzünk gyorsan körbe. A handgun, nem handgun, valamelyik kell egy fegyverhez. Csinálok egy crossbart is, most igazából nem túl nagy veszteség a dolog, szóval csinálok egy crossbart is, illetve egy white guardot is, és így a legfontosabb eszközök igazából megvannak, azt hiszem. Utána majd nyilván fogok később csinálni többet, hogyha szükség lesz rá, de egyelőre ezek megvannak. Oké, és nem, megint itt van, jaj! Olyan nagy probléma igazából, ez nem tudom átállítani F9-re ezt a cuccot, és folyton, mikor a felvételt elindítom, akkor itt vannak. Úgy látom, hogy az alumínium felolvadt, igen. Úgyhogy elméletileg, hogyha én ezt ide berakom, aztán kiöntöm köré, és megszilárdul, akkor megkapom ezt, és utána, ó, nagyon király, és utána pedig visszaveszem ezt, akkor csinálhatjuk az ásónak a fejével. Mennyi lesz? 8. 8 darab fog kijönni, ha jól tudom. Úgyhogy, nem fognak elférni ezek. Mindegy, megvan ez. Akkor csináljunk egy stone rodot gyorsan. Aztán meg kell számolnom, hogy ez 8 eszköze, mert megvan a pickaxe head, megvan a shovel head, meg lesz a rod. Utána szükség van még egy baltának a fejére, nem tudom, hogy baltát mennyire fog csinálni majd ilyen erősebb eszközökből, de hát majd meglátjuk. Aztán egy white guard, illetve egy crossbar, és azt hiszem, hogy talán ennyi is a dolog, nem, még utána maradt kettő, úgyhogy még tudok is esetleg cuccokat csinálni belőle. Ezeket gyorsan elrakom a, szerintem a, nem is kell a pattern chestbe, ezt elég, ha akárhol. Ide mellé csinálok egy chestet, és akkor abba tudom tárolni a cuccokat, mert úgyis itt fogom majd használni, van is nálam egy chest. És akkor itt pont tudom majd őket, hát nem ide, majd potionös cuccokat szeretnék, hogy ide lerakom a chestet inkább, és akkor ide bedobjuk a különböző eszközöknek a fejeit, illetve valahova kirakom chestbe szerintem ezeket a darabokat is, mert erre annyira most, ide még lerakom mellé, mert annyira most nincs szükség rá, aztán majd később elviszem. Toolbindingom nincs még, és ez így sok. Crossbart sem csináltam még. Jó, akkor ezt a kettőt még megcsinálom, ezen kívül még egy valamit fogok tudni összehozni ebből az öntőformából, azt majd mindjárt kitalálom, hogy igazából mi is lesz. Illetve majd azt a vasat, amit odaraktam, azt majd egy kicsit még bővíteni kell, több vasat kell majd mellé rakni, mert ugye így még nem tud megszilárdulni, nem tudok belőle egy egész blokkot kiszedni. És még egy darab blankesznyi van. Akkor megnézzük, hogy esetleg van-e ó, nincs, nincs pengém. Nincs kartpengém. Úgyhogy Sword Blade. Lehet, hogy azt le kellett, hogy craftoljam. Csak lehet, hogy elveszett, mikor felrobbant a Creeper. Ez egy Knife Blade. Nem, itt a Sword Blade, jól van. Akkor meg is van, és ezt kell még gyorsan megcsinálni, aztán akkor meg is vagyok igazából. És innentől kezdve a különböző öntvényekből is tudok majd királyfegyvereket csinálni. Ide rakom gyorsan a Sword Blade-et, és mehet rá.
Egyébként ezt nem csak alumájt, nem, ez alumínium, azt hiszem. Ez nem csak alumíniumból lehet megcsinálni ezeket az öntőformákat, hanem aranyból is. Viszont nekem így könnyebb volt, mert aranyat ritkábban tudtam volna találni. Nem, 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 nem. Jól van. És most egyébként azt kellene majd megnézni valamikor így a közeljövőben, hogy miből is szeretnék eszközöket kraftolni, mert hogy egyébként elég királyokat lehet. Ja, és fontos, hogy ezt, ha megeszem XP-t kapok, illetve elrakom gyorsan a szemetet, amire most nincs szükség. Hát szerintem most ezek sem kellenek, az emerald sem kell, viszont ami kell, az... Meteort kell valahogy nekünk megtalálni, ugyanis a Meteor Shieldhez kelleni fog. Ez az Meteor Detektor, valószínűleg erre lesz szükségem. Szerintem igen. Meteor Detektorra lesz, ez 4 Meteor Chip és 1 Redstone. Hát ezt megkeresem, és akkor úgy valószínűleg fogok kicsit könnyebben Meteor találni, mert a Meteornak a... Ja, hogy ez nem itt van. Jaj. Jaj, ne. Ne, menj, ne. Hogy jöttél be a kertbe? Mint komolyan, ide beszpawnoltál, mert fel, ki van világítva. Na mindegy, szóval kell nekünk egy ilyen meteor detektor, mert ezzel a meteorokat meg tudjuk találni, és az nekünk nagyon jó, mert hogy a meteor, meteornál lehet nem tudom mi, ez olyan kristály találni, amivel fel tudjuk tölteni a meteor shieldet, úgyhogy innentől kezdve, aha, ezt gyorsan visszadobom, illetve erre a könyvre szükség lesz, meg majd a csokopédiát is igazából tanulmányozni kéne. Amit meg akartam, ja, az nem ebbe a könyvbe lesz, mindegy, azt majd később nézzük meg, úgyis bányászni kell. Most viszont azt kellene megnéznem, hogy hogyan működik ez a... Ja, értem, tehát ez, hogyha járkálok körbe, akkor valahol mutatni fogja nekem, hogyha meteor van, viszont most még nem fogok eljárkálni, érte, csak lekraftoltam, hogy meglegyem. És most viszont le kéne menni bányászni. Amint a pókot sikerült le, nem, az a plafonon van, akkor semmi probléma. Szóval le kéne menni bányászni, ugyanis szükségem lesz egy csomóféle ércre. A gyémántot ki kéne rakni, illetve azt is tudom, hogy ott hagytam egy gyémántot a bányában, amit össze kellene szedni. Viszont ebben a könyvben akarom megnézni, hogy milyen... igen, alumájtot akarok csinálni, mert az elég erősnek tűnik, ahhoz vas kell, alumínium és obszidián, ráadásul egészen sok, úgyhogy arra lesz szükség. Jó, ez a kaja remélhetőleg elég lesz egy darabig, a pókra igazából nem nagyon tudok figyelni. Ja, és a vasat előtte majd ki kell olvasztani gyorsan. Ó, ami még fontos, hogy nagyon sokan mondtátok, hogy az Orberit inkább úgy ültessem el, hogy, tudom, hogy sérülök, hogy inkább úgy ültessem el, hogy egymástól egy kicsit nagyobb távolságra ugye többfele tudjanak terjedni, és hát ezt is meg fogom így tenni igazából. Valami megpróbálom, hogy ez pont vas, úgyhogy ezt megpróbálom kiégetni majd ott a smelter is részen, mert ott esetleg kell egy ásó, mert ott esetleg ugye többet kapok érte. És igen, ki tudom égetni, úgyhogy nagyon jó. És most szükségem lesz egy ásóra, ez igazából szerintem elég is lesz, mert a föld alatt olyan sokat nem fogok találni belőle. Viszont még egy kis vasat viszek magammal, hogyha kell eszközt kraftolni, meg egy kis fát is, és akkor mindent meg tudok csinálni már a föld alatt. Valamint ugye majd kicsit rá kéne állnom az armornak a kraftolására, mert ez elég fontos lesz igazából. Csak gyorsan ezek az orberiket elrendezem kicsit jobban, mert elég jó lenne. Na. Mert elég jó lenne, hogyha gyorsan terjednének. Ez mégiscsak egy elég menő dolog, tehát így gyakorlatilag csak termi nekünk az érceket. Úgyhogy hát most egy kicsit kibővítem, és arrébb rakok egyet-egyet. Valamelyik? Nem. Hát igazából most annyira nem nagy probléma szerintem, hogy egy kicsit meg van teremve, és úgy rakom arrébb, és így elveszik a dolog, de hát most ez annyira nem tűnik nagy problémának. Így, és ez talán elég hely lesz neki. Na, szedd vissza. Nem oda, oda. Úgyhogy ezeket, igazából most az lenne a legegyszerűbb, ha mindet felszedném, és ugye mindegyiket úgy raknám le, hogy jó legyen a dolog. Először is lerakom mondjuk legbelülre a vasat, mert abból van a legtöbb. Úgyhogy egyet ide, egyet ide, egyet... Aha, nem, akkor egyel beljebb visszük az egészet még, és valószínűleg ez a hely sem lesz elég, úgyhogy egy picit még ások befelé. Na, nem is tudom, minek sem egyébként 3 blokk magasra, mert úgyse tudok rájuk ugrani, de
de így majd közöttük is fogok tudni rohangászni, amíg nem termette az összes. Na szóval, egy kell ide, ide és ide. Talán úgy is terjed, úgyhogy ezt is kiütöm gyorsan, és így akkor lesz bőven hely. Valamint, na. Egy ide, ide, ide. Igen, és innentől jön az, hogy újra errefele terjeszkedünk. Remélhetőleg nem fog beásni itt semmi fontosba, de szerintem már annyival mélyebben vagyok, hogy nem. És egyébként valamikor azon gondolkodom, hogy a Netherbe kéne átnézni, mert a Nether az menő hely. Így, így, talán már lesz elég hely. Még nem, mert itt még egy, kettő, három, és még egy darab van. Úgyhogy ennek is ások gyorsan egy sort, és akkor onnantól kezdve majd nagyon szépen tudnak terjedni, és remélhetőleg nagyon sok ércet fognak nekem teremni, mert hogy igazából ez lenne a funkciójuk. És utána egy picit még bányászgatunk, amennyi ebbe a részbe belefér, mert szükség lenne igazából gyémánt páncélra, illetve különböző királyeszközökre. Itt még van egy, és te pedig lejössz ide, most nem akarok még egy sort kiásni neki, majd úgy terem, ahogy szeretne. Oké, úgy látom leesett a pók, de igazából nem túl nagy probléma, úgyhogy mehetünk lefelé, és visszamegyek azért az egy darab gyémántért, valamint egy kicsit jobban felfedezzük a dolgokat ott lent, mert van is egyébként ott egy dungeon, illetve vannak még ércek bőven, nem, erre, illetve vannak ugye ott bőven ércek. Igen, lehet, hogy itt ezt a vizet el kellene majd torlaszolni, hogy annyira ne idegesítsen dolog. Kellett volna lehoznom vödör, van nálam vödör, akkor viszek fel még egy vödörlávát, és akkor szépen így lassacskán töltögetem fel a lávatankját a smelterinek, mert azért nem hátrány, hogyha nem akkor kell lerohangálni, mikor már elfogyott. És azt hiszem, hogy erre fele mentem föl. Szerintem igen, a vizen úsztam föl, és úgy találtam meg. Nem, de egyszerűbb lesz, hogyha a vizet eltorlaszolom, és innen csinálok egy kis bejáratot. Illetve van itt már bejárat, csak egy nagyobb bejáratot. És nem akarok leesni. Így, és így már lefele nem folyik. Hát ezekkel nem tudok mit csinálni, úgyhogy ilyen sok vizet nem szeretnék eltorlaszolni. Ó, a vasra most viszont szükség lesz. Eddig nem szedtem ki az összeset, mert hogy annyira nem volt fontos, viszont most szükség lesz majd ugye a különböző öntvényeknek a Leo megolvasztásához, úgyhogy hát a redstone az annyira nem fontos szerintem. Viszont van itt még bőven vas, és most egyelőre itt az alsó részét nézem meg a dolgoknak, de utána mindenképpen szeretném a fölsőt is, mert ugye fölül is van egy csomó érc, ráadásul ott van a nagyobb százalékban szerintem a copper és az egyéb ilyen dolgok. Ó, hát most már az aranyat is elviszem, tudok belőle blenkesztet csinálni, és akkor nem kell az alumíniumot már arra pazarolni. Hát ez egy négy darab. Van 7 vasam, az már elég jó. Viszont, ó, hát a szénre is talán szükség lesz, mert nincs otthon olyan sok az érceket, már nem ezzel fogom égetni, de akkor sem hátrány, hogyha van egy kevés, mert ugye fáklyát is kell belőle csinálni, es le, légy szíves. De azért ezt biztos sokat nem fogom kiszedni, tehát az biztos, hogy nem kevés itt a környéken. Mit láttam még? Ott a plafonban aranyat. Most akkor felmegyek a plafonba és, illetve a plafonra, és megnézem gyorsan még, hogy itt a környéken mit lehet látni, mert ugye, de jó, a kezembe rakta. Pedig nem lett volna túl messze. Szóval, hogy itt a felső részt is meglesem, hát ha, ó, lapis. Az jó, a lapis jó, mert tudok vele lakkot rakni a csákányra. Úgyhogy ez lapis egyáltalán? Igen. Viszont kellene fáklyázni, mert hogy már lassan kezdek én sem semmit látni, mert mint, hogy kezdek nem látni semmit. Hát azért az egy darab valamiért, ami leesett, viszont a vasakat össze kellene szedni. Szóval azért az egy valamiért, ami leesett, azért nem biztos, hogy el akarok menni, viszont a vasra szükség lesz, úgyhogy ezt gyorsan összedem ezt a sokat. És utána majd valamikor obszidiánt kellene egyébként csinálni. Nem biztos, hogy ebből a lávatóból, hanem hogyha találok egy másik lávaforrást. Ez micsoda? Egy másik lávaforrást, akkor majd abból. Tin, jó. Ez meg redstone, viszont egy tint szerintem leejtettem. Jó, akkor leugrok most a cuccokért, amiket leejtettem, mert már nem egy van ott igazából. És majd visszajövök még itt van egy tin. És egy még valami más, meg egy még valami más. De lehet, hogy egyszerűbb lenne, hogy csinálnék valami lépcsőféle dolgot, mert kicsit gyorsabban tudnék vele közlekedni. Aha. Így. Csak gyorsabban. Oh, nem, azt, nem azt. Azt. És most szépen még följebb. Nem azt. És itt igazából meg is van a dolog. Nö.
Köszi. Úgyhogy oda majd lehet, hogy még vissza kéne nézni, mert itt van még egy-két vas. Ez eléggé elérhető közelségben, úgyhogy ezt még összeszedem, és utána majd tényleg itt a felső részen is végig masírozunk. Viszont a dungeont is meg szeretném nézni, ami pedig mindenképpen nagyon izgalmas dolog, viszont ebben a részben biztos, hogy nem fogom tudni befejezni a dungeonnek a felfedezését, mert gondolom nem egy ilyen kis három blokkos egycsesztes dologról van szó, ahol csak be kell rohanni és összeszedni a cuccokat, hanem gondolom ott azért egy hosszú kis rendszer van, és van benne egy pár mob. Aha, nem tudom, hogy merre voltunk, de itt van vas, úgyhogy a vas jó. És víz is van, de már csak lávát kéne találni, hogy gazdaságosabban tudja kicsit obszidián csinálni, mert nem szeretném azt a lávát elhasználni, amit a lávatankba töltök, ott viszont látok pont egy kis láva folyást, onnan valószínűleg tudok is majd szer... Oh, hello! Megvagyunk! Illetve ott van egy orberibus, azért fölmegyek gyorsan. Aha, ez copper szerint, vagy nem, ez tin inkább. Aha, tin. Aha, hogy ne, lessél le. És mit láttam itt fönt? Egy kis lapist, meg ott egy kis gyémánt is. Azt a gyémántot pedig nem szedtem fel, amiért igazából lejöttem, mert azt hiszem, hogy pont a másik járatban volt. Mindegy, majd ha arra járok, akkor össze fogom szedni. És van már 46 lap is, az elég jó. És most azért a gyémántért kellene lemenni valahogy. Lehetőleg úgy, hogy ne nagyon halljak meg, mert ez nem túl egészséges dolog. És a lávába sem kéne igazából beleejteni. Aha. Azt hiszem, hogy inkább belülről fogom kibányászni, ez egy picivel biztosabbnak tűnik. Oh, hello! Ilyen nagy gyémánt érc telep van itt. Egy, kettő, oké. És fog kellnem kraftolni egy kis fákját. Mondom, egy kis fákját. És nézhetünk is tovább, erre könnyen meg lehet, hogy még nem is jártam. Aha, de, erre jártam. Csak másik irányba mentem el, amerre a dungeon találtam szerintem. Az pont a másik jár... Nem, valahol erre van, mert hallom az ajtótörést. Úgyhogy meg kéne keresni azt a kis cobblestone felületet, ahol... Jaj, de borzasztó ez a mindenhol, csak így járkálok. Szóval meg kéne keresni azt a cobblestone felületet, ahol igazából a dungeont meg tudom nyitni, és szerintem arra felementem el, és ott van a másik járat, és ott találtam meg. Ja, valószínűleg. Könnyen meg lehet, hogy a... Aha, oké, akkor erre... Ja, igen, erre biztos voltam. Jaj, ezt annyira utálom. Át kell majd állítanom szerintem a felvétel gombot másra, mert ezt a segédvonalas tucot nem lehet átállítani. Ó, és pont van mögött egy kis vas, szóval ebben a részben igazából sok minden már nem fog beleférni. Úgy érzem, hogy eljutunk a dungeonig és belenézünk, viszont hát a felfedezése biztos a következő részre fog maradni, akármilyen hosszú is. A restore nincs szükség, ez a lávattól ez tökéletes lesz majd az obszidiannak a gyártására, ha jól látom, az ott még meteor. És slime-okat is hallok. A slime az menő, nem tudom, hogy kell-e még valamire. De, ja nem, itt volt a gyémánt. Aha, úgyhogy nem is kellett túl messzire menni, érte. Ott lent az már nem az. Aha, és erre volt határozottan, mert itt egyre hangosodik is a dolog, itt van lent. És valószínűleg ott bent vannak a slime-ok is, na nézzük. Aha, ezek ágyak? Ó, szuper, akkor tudok hazavinni ágyat. LOL, -2-re ütöttem, oké. Ide megpróbálok lenézni valami kis lépcső segítségével, hogyha esetleg nagyon nagy szükségét érzem a dolognak, akkor arrébb is tudjak majd állni. Van nálam fa... ez kell, ez menő. Ez valószínűleg egyébként ilyen növényes izé volt, de... Wow, oké, ez egyre furcsább. Jó, azt hiszem, hogy ez a két ágy elég lesz egyelőre. És a zombik valószínűleg másról ütik az ajtót. Úgyhogy megpróbálok valami ilyen trükkel arrébb mászkálni. Jó, hát ez nekem egy hosszú labirintusnak könyves polc. Oké, úgy érzem, hogy itt elég sok kaland fog ránk várni. Úgyhogy nem kíváncsi vagyok, hogy mi van a könyves polc mögött. Nincs baltám. Kraftolunk egy baltát. Mert hogy van nálam egy hordozható workbench. És van nálam stick, és van nálam kő, úgyhogy mindjárt kész is van a balta. Ti
meg, kicsit halkabban üssétek az ajtót, légy szíves, mert nem a műzikot kell elvenni, a soundot, mert nézzük, semmit nem fog hallani. Jaj, mennyi könyv, de nagyon jó lesz, szia, szia! Olyan, sokan vagytok ti barátaim. Szóval remélhetőleg elég hosszú lesz a dungeon, mert szeretnék még ilyen királycuccokat szerezni. Ó, van zombi fejem. Zombi fej az jó. Aha, itt egy spawner. Viszont rengeteg sok könyv van, ami... Ne, ez így nem lesz vicces. Szóval rengeteg sok könyv van, ami elég hasznos, mert hogy haza megyek, akkor tudok majd ugye sok... Honnan jött ez a sok slime-ból? Szóval, hogyha haza megyek, akkor ugye tudok majd az enchanting table-hoz egy csomó könyvet vinni. Viszont ez kegyetlen idegesítő lesz, hogy valószínűleg ilyen halkon fogom hagyni a hangját a játéknak, amíg itt lent kóvájgok. Úgyhogy viszont ez a rész... Nem fogok elférni a ilyen rakcucokat. Szóval ez a rész ennyi lenne mára, mert nem szeretném nagyon hosszúra húzni a dolgot, viszont a következőben ezt az egész dolgot itt felfedezzük. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, és hogyha valami észrevételetek van, akkor azt kommentben jelezzétek. Megpróbálok valahol még itt elbújni, visszamegyek abba arra a helyre is befalazom magam úgy, hogy még a nyakamba se tudjon semmi ugrani. A cobblestone természetesen... Nem. A cobblestone természetesen nyakamba raktam, nem pedig a kezembe, úgyhogy ezt itt befedem, illetve ezt is itt. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, hamarosan jövök, és ezzel a borzasztó zajjal búcsúznék, úgyhogy addig is sziasztok!